a 28. Free Iroda Matematika verseny mellé eredmény hirdetésén megjelent versenyzőket, tanáraikat, a kedves szülőket. Az előbbi trombita szólót a Szegedi Szimfonikus Zenekar művészei Póti Bálint és Pintér Attila adták elő. Külön köszöntöm vendégeinket. Dr. Szanai István főiskolai tanárt, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar, tanító és óvóképző intézet matematika szakmacsoport vezetőjét. Dr. Nagy Anettet, a Radnóti Miklós kísérleti gimnázium igazgatóhelyettesét. Dr. Zsigriné Sejtes Györgyét, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános és alapfokú művészeti iskola igazgatóhelyettesét. Ravasz Viktóriát, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános és alapfokú művészeti iskola igazgatóhelyettesét. Nándor Erikson díjas és Rácz tanár úr emlékdíjas pedagógust, a megyei matematika és fizika versenyek vezető szervezőjét. Juhász Nándorné Rácz tanár úr emlékdíjas pedagógust, aki az elismerést ebben a tanévben vette át Budapesten. Potenc Jánosné Erikson díjas pedagógust, a Tiszaparti Általános Iskola nyugalmazott matematika tanárát, sok-sok tehetséges diák, sikeres mentorát. Valamint a megyei verseny több szervezőjét is a diátadók között köszönhetem. Kozmáni Jakab Ágnest, Beke Manó díjas pedagógust, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános iskola nyugalmazott igazgatóhelyettesét, aki évek óta tevékenyen vesz részt az Rényi verseny megyei lebonyolításában. Kófár László Erikson díjas pedagógust, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános iskola matematika tanárát. Néhány gondolat az idei versenyről. A verseny első fordulóján 67.169 diák oldotta meg a verseny feladatait. A résztvevők közül 15.963 fő volt határon túli, felvidéki, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági magyar diák. Csongrád megyében 5 város 10 iskolájában zajlott a megyei forduló 1891 résztvevővel. Közülük a legeredményesebb 132 diákot jutalmazzuk, mai eredmény hirdetésen. Legtöbbjük az egyéni versenyben ért el kimagasló eredményt, de vannak köztük olyan diákok, akik az egyéni versenyben ugyan nem kerültek évfolyamukon a legjobb 15 közé, de két iskolatársukkal együtt csapatban nyújtott kiemelkedő eredményükkel kerültek a díjazottak közé. Egy ilyen nagymértékű verseny előkészítése nagyon sok munkával jár. A ti nevetekben is szeretnénk most megköszönni a verseny megrendezését, lebonyolítását segítő felnőttek munkáját. Itt mondunk köszönetet a megye azon 10 iskolájának is, melyek a verseny lebonyolításához a feltételeket biztosították. A Makói Kálvin téri református általános iskolának, a Hódmezővásárhelyi Németh László gimnázium és általános iskolának, a Bethlen Gábor református gimnáziumnak, a Szentesi Koszta József általános iskolának, a Csongrádi Nagyboldogasszony katolikus általános iskolának, a szegedi iskolák közül a Fodor József élelmiszeripari szakképzőiskolának, a Béke utcai általános iskolának, a szegedi Bonifel Domonkos általános iskolának, a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnázium és általános iskolájának, és a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános iskolájának. Külön köszönjük a verseny támogatóinak, hogy lehetővé tették a verseny színvonalas megalapozott legidősebbjeivel. Kérem azokat a negyedikes tanulókat, akik személyes meghívást kaptak erre az ünnepre, jöjjenek fel a színpadra. Thank you.
díjak átadására felkérem potenciálos tanárnőt. A 15. helyezett lett a szegedi Zrínyi Ilona általános iskola tanulója, Mező Levente. A 14. helyezést ért el a Szatymazi általános iskola tanulója, Csányi Soma. A 13. helyezést ért el a szegedi Tátos Tehetséggondozó Iskola tanulója, Lénárd Csongor. A 12. helyezett lett a Kálvin téri Református Általános Iskola tanulója Makóról, Cirók Attila. Helyezést ért el Pataki Egon a szegedi Madács Imre általános iskolából. A 10. helyezett lett Braxatóris Zsófia, a Makói Kálvin téri Református általános iskola tanulója, tanítója Pallag Gyuláné. A 9. helyezett lett Balázs Piri Bálint, a szegedi Karolina általános iskola és gimnázium tanulója, tanítói Borbás Gáborné és Gyuvai Anita. A 8. helyezett lett Hegyes Gergő, a Hódmezővásárhelyi Szőnyi Benyámi Református általános iskola tanulója, az ő felkészítő tanítója Kincses Andrea. A 7. helyezett lett Túróci Géza, a szegedi Madács Imre általános iskolából, tanítója Kőműves Mihály. A 6. helyezett lett Laudis Lénárd, a szegedi Arany János általános iskolából, tanítója Ivkovicsné Karasz Ildikó. A 5. helyezett lett Mozóki Ádám, a szegedi Karolina általános iskola és gimnázium tanulója, tanítói Borbás Gáborné és Gyuvai Anita. A 4. helyezett lett Horváth Áron, a Makói Kálvin téri református általános iskolából, tanítója Pallag Gyuláné. Inokai Ádám, a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnázium és általános iskola tanulója, tanítója Takács Éva. A 2. helyezett lett a Szegedi Alsóvárosi általános iskola tanulója, Csupor Albert Dezső, tanítója Novák Zsolt. Első helyezett lett a szegedi Madács Imre általános iskola tanulója, Szögi Erik, a ő tanítója, Kőműves Mihály. Iskola Szegedről. Második helyezett lett a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula gyakorló általános iskola. Első helyezett lett a Kálvin téri református általános iskola lakója. Vándorsága kívülre nem fogjuk már látni, mert a harmadszorra nyerik el. Vándorsága átvételére kérem, hogy a Kálvin téri református általános iskola képviselői fáradjanak a színpadra.
Miklós Kisnémeti Gimnázium képviselőre, fáradjon a színpadra. Köszönjük Szana István Méti Bányai Júlia Gimnázium. És a Dél-Alföldi régió legeredményesebb 4 osztályos gimnáziuma, második helyezett lett a Szegedi Tudományegyetem gyakorló gimnázium és általános iskola. És első helyezett lett a Katona József Gimnázium Kecskemétről.